Ünnepel az ország, programok zajlottak megyeszerte. Indulhat a csomagolás, elkezdődött a tankönyvek kiosztása. Ünnepi évforduló, 25 éves az úszóklub. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Munkácsi tortával, tánc és báb előadással is ünnepeltek augusztus 20-án Békés Csabán. Az est fő látványossága még hátra van, Herczko Ágnes és a banda, valamint Ruzsa Magdi nagy koncertje a főtéren kap helyet. A két fellépő között közel 10 perces tűzijátékot tekinthetnek meg a látogatók. Évek óta hagyomány már, hogy a Vasutas Koncert fúvós zenekar térzenéje nyitja meg a Békés Csabai államalapítási ünnepséget. Ezt az ünnepélyes zászlófelvonás követte a Városháza előtt. Az ünnepség a kenyérszenteléssel folytatódott, az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői áldották meg. Idén sem maradhatott el az új kenyér megszegése. Vantara Gyula a térség országgyűlési képviselője és Szarvas Péter, Békés Csaba polgármesterek közösen vágtak ketté a veknit. A nemzeti színű szallaggal átkötött kenyerek, amelyek minden évben a munka nehézségét szimbolizálják, amelyek azonban évről évre felettetik a verítéket, a fáradozást. A magyar kultúrában a kenyér nem csak az élelmet jelenti, mert ha van élelem, akkor van biztonság. Idén sem maradhatott el az új kenyér szétosztása a megjelentek közt. A két kosárnyi trikolorba öltöztetett cipók hamar elfogytak. A szilva víz, vagy a frissen megfőtt tejbe gríz, ugye speroltót ő sem szeret, apu mondd meg már, na hát, és figyelj, a volt meg! A délelőtt későbbi részében és délután már a gyerekek vették át a stafétát a Szent István téren, műsorokkal és színes programokkal készültek számukra. Én azért szerettek itt lenni, mert jó csúszdázni, meg lufit venni, meg arcot festeni. Sokan kifejezetten a gyermekprogramok miatt érkeztek a fűtérre. Amióta újra van kisgyerek a családban, azóta sűrűbben járunk, igen. Tűzijáték miatt ő vele még nem nagyon, mert még fél tőle. Most is itt játszik éppen. Voltak itt nem csak a programok, hanem az idei év munkácsi tortája is foglalkoztatott. Most volt a szalszaműhely fellépés, erről jöttünk megnézni. Munkácsi tortát nem sokára osztják, megkóstoljátok-e majd? Igen, majd ha oda jutunk hozzá, akkor talán megkóstoljuk. A munkácsi torta kóstoltatást óriási várakozás övezte, már 20 perccel a meghirdetett program előtt kígyózó sorok álltak a Városháza előtt. Ám mielőtt kiosztották volna a süteményeket, Szarvas Péter polgármester gratulált Andó Györgynek, a Munkácsi Múzeum igazgatójának, aki csütörtökön vehette át a Móra Ferenc díjat Budapesten. Emellett kifejezte gratulációját Balog Lászlónénak, aki a munkácsi torta pályázat idei győztese. Az ezer szeletes, pikáns ízesítésű sós, karamellás, gyümölcsös sütemény hamar elfogyott. Az államalapítási ünnepségnek ezzel még nincs vége. Este két nagy koncert, majd a polgármesteri köszöntő után a tűzijáték várja a békés csabaiakat. Az égi parádét 21 óra után a 7.tv-n élőben közvetítjük. Békés megyei vadásznapot tartottak szombaton Mezőkovácsházán, a Borostyán kemping és strandfürdőben. Az esemény külön apropója volt, hogy idén 70 éves a Mezőkovácsházi Vadásztársaság. A találkozón a bemutatók mellett szó volt a megyei vadgazdálkodásról, illetve íjász bemutatót is tartottak. Vadász vagyok, erdő mezőn tavon, jó lóvíz úton is vad. A vadászok himnusza is felcsendült augusztus 20-án Mezőkovácsházán. A városban tartották ugyanis a Békés megyei vadásznapot, amelyre ejtőernyősök hoztak el egy kürtöt, illetve a 30 évvel ezelőtt várossá avatott település zászlóját. Az ünnepség arra is alkalmat adott, hogy a vadászok számvetést készítsenek, hiszen szeptemberben a szarvasbika vadászatával a főszezon is elindul. Hát nagy örömmel jelenthetem, hogy egy igen jó vadászati törvényt sikerült megalkotnunk, illetve a vadgazdálkodásban sincs okunk
a szégyenkezésre, hiszen az idei év nagyon kedvező volt, és úgy gondolom a vadászatra jogosultak a feladataikat ellátták, ezért a vadászaton kezdetekor bátran kijelenthetjük, hogy nagyon kedvező a mezei nyúl a fácán, és az őz, ami a legfontosabb vadfajaink itt a Békés megyében helyzete, tehát bizakodva vágunk ennek a vadászati évadnak neki. Mezőkovács házán működik a megye egyik legrégebbi vadásztársasága, amely idén 70 éves. A társaságunk 70. évfordulóját ünnepeljük idén, tehát 1946-ban alapult először Dózsa néven, majd utána 1985-től vette föl társaságunk a Széchenyi Zsigmond nevet, és azóta is civil egyesületi formában működik. Ezen a napon felesküdtek az újonnan avatott, vadásznak fogadott szakemberek, és számos magasrangú kitüntetést is átadtak, így például gazdára talált a Békés megye vadgazdálkodásáért díj is. Én kisgyerekkorom óta jártam vadászni, mert édesapám hivatásos volt vadász volt Kölöstartján, és mikor hivatásos vadász lett, akkor engem december 30-a körül meglőtték a lábam, hogy 52 szem sörét van még ma is benne. És én azóta belettem ilyen szenvedéllyel ott, és én azóta ezt csinálgatom. A vadásznapon a szórakozásra is lehetőség nyílt, számos bográcsban fűtt a pörkölt, amelyet zsűri díjazott. Orosházán a hagyományos augusztus 20-ai ünnepség mellett az új kenyér is fontos szerepet kapott. Hagyományosan ugyanis ezen a napon tartják a kenyér ünnepét. A korábbi évekhez hasonlóan nem csak belföldi, hanem határon túli magyar pékek is érkeztek Gyopáros fürdőre azért, hogy megmutassák náluk, milyen az új kenyér. A koncerteken, gyermekprogramokon túl pedig a kenyér ünnep szépét is megválasztották. Az Orosházi Mazsoret Egyesület különleges fellépéssel készült augusztus 20-ára. Idén 13. alkalommal rendezték meg az Európai Kenyérünnepet Gyopárosfürdőn. Az ünnepélyes megnyitón dr. Kulcsár László elmondta, az Agrárkamara segítségével 2500 gyermek asztalára került idén a hazai búzából készült kenyérből. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az egy jelenlegi adatok alapján több mint 400 tonna karitatív búza összegyűjtésében közreműködött, és közreműködik abban, hogy ez a nagyszerű adomány a rászorulóknak, elsősorban a Kárpát-medencei gyermekintézmények, így a Bőte Csaba által felkarolt árva gyerekek 2500 gyermeknek a mosolyát és a magyar szavát segítse elő. Ezt követően az elnök átadta a PIK Szövetség Szent István napi kenyerét. Az orosházi kenyér sikere a múlt század elejére nyúlik vissza. Ekkor nyert aranyérmet saját portékájával Gímes Ferenc, orosházi pékmester a Párizsi Világkiállításon. A pékek utcáján számos sütőipari különlegességet meg is kóstolhattak az érdeklődők. Többen saját egyedi termékükkel készültek az ünnepre. A legszebb és legfinomabb péksüteményeket kitüntették a szervezők. A díszmunka felnőtt kategóriája asztalosné Szilágyi Júliana bizonyult a legjobbnak, aki évről évre más-más formákkal kápráztatja el a zsűrit. Felnőtt díszmunkában elkészítettem szokásomhoz híve már nem először az orosz, vagy a gyopárosi víztornyot. A rózsakosaram az minden évben megújul, most rózsakosára ez a díszmunka volt, és természetesen a termékeimmel, amit már most 26 éve készítek. Persze, az önfelett pancsolás sem maradhatott el az ünnepi napon. A hűsítő medencék mellett gyermekprogramok, ugrálóvárak, trambulin, vízibicikli és kézműves foglalkozás is várta az ide látogatókat. 22. alkalommal rendezik meg ezen a hétvégén a Minden Magyarok Nemzetközi Néptánc Fesztiválját. A programsorozaton szabadtéri előadások, népzenei koncertek, táncházak, gyermekprogramok, játszóház, valamint népművészeti kirakodóvásár várja az érdeklődőket. A fesztiválra a világ több tájáról érkeztek táncosok, zenészek, akik nemzetük néphagyományát hozták el Gyulára. Hadd szóljon! Langalita garabonciások csalogatták a közönséget a nyitó felvonulásra. A háromnapos programra külföldi csapatok is érkeztek. Két külföldi csapat érkezett, egy portugál és egy bosnyák együttes, és ezen kívül határon túli és magyarországi magyar együttesek.
Pénteken és vasárnapon este lesz egy-egy nagy színpadi bemutató, szombat este a nagy színpadon az ünnepi augusztus 20-ai ünnepség után a Duna Művész Együttesnek önálló műsora. A portugál táncosok rövid produkcióval is megörvendeztették a járókelőket. Összesen 14 együttes látogatott el a fürdővárosba. Az Eleki Román Hagyományozó Tánc Egyesületnek a programjából Eleki Zsok, ez a páros táncnak a neve, és egy fergeteges fiú táncot fogunk még bemutatni, úgyhogy ezzel szeretnénk majd a színpadra fölépni estére. Ülésre jöttünk, egy kis településről, körülbelül 20 évet táncolok, az együttes jövőre lesz 40 éves, úgyhogy itt szatmárit és kalotaszegi táncokat fogunk előadni. Összehozza a néptáncosokat, az összes néptánc kultúrát, hogy nem csak magyar néptáncot láthatunk, hanem török, igen, más nemzetiségből is. A felvonuló táncosok egészen vasárnap estig szórakoztatják majd az érdeklődőket a város több pontján. A fűtés korszerűsítéséhez kértek a legtöbben támogatást az Otthon Melege programban, de sokan terveznek szigetelést és nyílászáró cserét. Hétfőn reggel 8 órától lehetett beadni a pályázatokat családi házak államilag támogatott energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésére. Az Otthon Melege programban 5 milliárdos keretet hirdetett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, ami 8 óra alatt kiismerült. Ez alatt több mint 4000 pályázat érkezett. A felújítások között szerepelt a nyílászárók cseréje, a szigetelés, a fűtéskorszerűsítés és a megújuló energia hasznosítása. A pályázatokat 9 nap alatt bírálják el. A szeptemberi tanévkezdés közelettével egyre több iskola nyitja meg kapuit, egyelőre azért, hogy kiosszák a szükséges tankönyveket. Ezek megvásárlása átlagosan 10 és 20 ezer forint közötti kiadást jelent, több esetben azonban ingyen is hozzájuthatnak a családok. Bár még van pár nap a nyári szünetből, már ezen a héten is nagy volt a forgalom a Medgyesegyházi iskolában. Ez az édesanyja 8-os fiának a tankönyveiért jött, aki viszont nem lelkesedik a tanévkezdésért. Úgy tűnik, az új könyveket sem lesz sok kedve becsomagolni. Az anyukának a feladata lesz, mert ő már nagyfiú, és nem nagyon érdekli, úgyhogy ez az én feladatom lesz. Az első 4 év folyam diákjai ingyen kapják idén a tankönyveket, a többiek egyes könyvek esetében választhatnak, hogy megvásárolják vagy könyvtári példányt használnak, amit majd évvégén visszaadnak az iskolának. De az is igényelheti a térítésmentességet, aki normatív kedvezményre jogosult. Hát itt osztogatjuk az ingyenes tankönyveket a felsősöknek, hiszen az alsósok alanyi jogon mindenki ingyen kapja, itt ugye a rászorultaknak osztogatjuk az ingyenes tankönyvet. Jelen pillanatban itt látható a tavalyi évről visszaszedett tankönyvek. Ezeket a tankönyveket azoknak a tanulóknak adjuk oda, akik újonnan érkeztek, hiszen ebben a tanévben először sikerült minden diákunknak vadonatúj tankönyvet adni, tehát így kezdjük a tanévet. Az igazgatónő szerint idén alakult először ilyen jól a tanévkezdés. A könyvek szinte hiánytalanul időben megérkeztek, így már jóval az első tanítási nap előtt le tudták bonyolítani a kiosztásukat. Tavaly nehézkes volt, hiszen 30-31-én érkezett meg a tankönyvcsomag, ugye akkor a szülőknek még be kellett csomagolnia, illetve nem érkezett meg pontosan minden tankönyvünk, úgyhogy nehezebb volt a tanévkezdés, most úgy gondolom, hogy ez sikerülni fog. A tankerületek tájékoztatása szerint a legtöbb iskolában a következő napokban várható a tankönyvek kiosztása. 25 éves lett a Békés Csabai Előre úszóklub. Az egyesület a jubileum alkalmából visszaidézte a múlt sikereit, valamint köszöntötte a jelen legjobb versenyzőjét, a riói olimpián szereplő Pohus Rihárdot. Szárazföldi és vizes programokkal várta a legkisebbeket, valamint a vállalkozókedvű felnőtteket az egyesület. Ügyességi játékok, valamint búvárkodás is szerepelt a programban. A kerek évforduló kapcsán az volt a klub célja, hogy a főszereplők segítségével összefoglalják a sikerekben gazdag 2,5 évtizedet. Szerintem Békéscsabán valamilyen mindenki kötődik az úszáshoz, valamilyen rokonna gyereke vagy valaki úszott, nagyon sok ember kapcsolódik hozzánk, és úgy éreztük, hogy ezt így megünnepelni, hogy mindenkit újra visszahívni, egy kicsit meglátogatni az úszodát, és ezt újra felebeníteni ezeket a régi emlékeket, illetve maga az egész úszósportot ünnepelni. Az úszás nem csak az utóbbi 25 évben, hanem a jogelőtt Spartacus révén hosszú évtizedek óta ott van a megyeszékhely sport életében.
Az Egyesület amellett, hogy versenyzőket farag, az úszás oktatásban is kiemelt szerepet tölt be. Az úszás egy olyan alapsportág, amit nagyon-nagyon sok gyereknek, majdnem mindenkinek meg kell tanulni. Erre próbálunk építeni, olyan úszótanfolyamokat szervezünk, olyan szélesen próbáljuk összefogni a város kicsi gyerekeit úszótanfolyamok keretében, hogy minél szélesebb legyen a merítő bázis. Helyhiányunk van, mindig panaszkodunk, hogy kevés a vízfelület, kevés a vízfelszín. Most talán ideális, elég, de hogyha lenne több, akkor tudnánk tovább lépni. Az Egyesület az elmúlt évtizedekben számos kiváló versenyzőt adott a sportágnak. Bohus Richard London után Rióban már második olimpiáján vett részt. A 23 éves kiválóság az Egyesült Államokban tanul, de továbbra is az előre színeit képviseli. Nekem nem ér meg több pénzt az, hogy elmegyek egy más klubba idegenként kezeljenek is. Nem tudom, nekem nagyon fontos ez tényleg, hogy példakép lehetek ugye másoknak, tényleg a kicsiknek, a feltörekvő fiataloknak. Én nagyon szeretek itt élni, nagyon szeretem az itt lévő embereket, és tényleg nagyon sok támogatást, mind anyagilag, mind erkölcsileg kapok, amit egyszerűen nem lehet szerintem semmilyen más klubban, legalábbis nekem nem tudok megkapni. A születésnapi ünnepségről természetesen nem maradhatott el a torta sem, amelyet az Egyesület elnöke Kutyai Pál vágott fel. Ez volt már a híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találhatják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!